segítségünk és ünnep istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim,
Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének örvendetes és létfontosságú eseményét, a konfirmációt. Az elmúlt évek konfirmációi előkészítése során 9 fiú és 9 leány, összesen 18 fiatal készült arra, hogy ezen a mai alkalmon Isten és a gyülekezet címe előtt megállva hitéről vallást tegyen és fogadalmat tegyen az Anya Szent Egyházhoz való hűségéről. Ez a 18 fiatal név szerint Skuba Norbert, Kalla Marcell, Gő Krisztián, Németh Kristóf, Németh Krisztián, Hegedűs Martin, Tóth Patrik Sándor, Ásó Péter Pál, Horváth Péter, Németh Réka, Papp Diána, Pop Mónika, Kovács Zsuzsa, Gők Barbara, Tóth Alexandra Galéria, Móroc Dorina, Peka Gabriella és Barba Fuzsina. Isten iránti hálával mondhatom el, hogy az elmúlt évek során közülük nagyon sokan, nem egy, már óvodás korától kezdve hittanosa volt a gyülekezetnek, vannak olyanok, akik később kapcsolódtak be a gyülekezeti hittanos életbe, de hálásak vagyunk Istennek, elsősorban Istennek azért, hogy most itt vannak, és az ünnepélyes fogadalom tételt vállalták, és hálásak vagyunk a családoknak, szülőknek és keresztülőknek, akik idáig vezették, igazgatták, irányították gyermekeik életét, hiszen ahogyan a kereszteléskor fogadalmat tettek, a konfirmációig gyakorlatilag a család, ha szabad ezt mondani, felelőssége, hogy megismerje hitét és vallja hitét egy megkeresztelt fiatal. A konfirmáció rendje a szokásokhoz híven fog történni. Először a megtanult kérdésekből csupán üzenítőként néhányat fogunk majd föltenni a fiataloknak, hogy bemutassák a gyülekezet előtt, hogy készültek erre az alkalomra, megtanulták hitünk alapvető tanításait. Erről egyébként korábban a presbitérium előtt már számoltam. Utána pedig az ünnepélyes vallás és fogadalomtételre, valamint az áldáskérésre kerül majd sor. Most a konfirmációra készülve énekeljük a 463. dicséret első versét, és ami ezt a éneket majd énekeljük, megkérem a konfirmandusokat, hogy szépen sorban járuljanak ide az udasztalához, az Isten tiszteletünk folytatásához. Mielőtt kérdeznélek benneteket, kérem a gyülekezetet, és kérlek benneteket, hogy közösen néhány gondolat, néhány szó erejéig imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Könyörülj rajtunk, Istenünk, szánd meg igyekezetünket, hogy szeretetben és igazságban, hitben és alázatosságban hadd kövessünk téged. Adj világos értelmet és érzéket, hadd lássunk téged. Alázatos értelmet és érzéket, hadd hallgassunk téged. Hívő értelmet és érzéket, hadd dicsérhessünk téged. Amen. Kedves fiatal testvérek, kedves gyülekezet, az igaz keresztény hitből azt tanítja hitvallásunk, hogy az egyrészt Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizalom. Ezért, mielőtt nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe előtt, adjátok bizonságát annak, hogy megismertétek református keresztény hitünk igazságait, és a tanult anyag alapján a feltett kérdésekre kérlek benneteket, hogy a gyülekezet színe előtt hallható szóval válaszoljatok. Norbi, téged kérdezlek akkor először, hogy minden megkeresztelt egyénit megélete a keresztény hit. Marci, tőled azt kérdezem, hogy
Krisztián, hogyan nevezik Jézus Krisztus követőjét? Keresztényeknek ez a görög eredetű szó azt jelenti, Krisztushoz tartozó. Nem a magam én, hanem az egy hőséges megváltó tulajdona vagyok. Réka, hogyan szól Isten hozzá? Minden emberhez szól az általános jelentésben. A természet, a történelem, a lelki ismeret. A hű miatt az ember nem képes arra, hogy ezt megértse, ezért van szükség a különös jelentésre. Jó. Ja, mi a különös jelentés? Isten igéje irodalmi formában, a Bibliában, testi tagjadalban, mint Krisztusban mutatkozik meg, az ige testére. Szépen. Mocsi. Ha szabad ezt mondani, bocsánat. A Biblia hány fő részből áll? Két fő részből, Római Szövetségből, az Ószövetség 39, az Ószövetség 27 könyvet tartalmaz, így összesen 66 könyv van a Bibliában. Köszönöm szépen. Zsuzsi, mi a Biblia eredeti nyelve? Az Ószövetségi a görög, az Ószövetségi a héber. Magyar nyelve először Károly Gáspár, református pastor fordította le, 1500. Mi a Biblia központi üzenete? Úgy szereti Isten a világot, hogy egyszer kijelentette, vagy aki őt keresi, nem lesz, hanem nem kijelenteni. Köszönöm szépen. Fontos dolog elhagyott. Igen, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Már hinni kell, hogy ő van, és nem tudom, hogy őt keresik. Mit jelent az, hogy Isten mennek és földnek teremtő? Azt jelenti, hogy Isten örökkön fogva való, és az egész világosok teremtő akaratára áll az előtt. Mi vagy ki a teremtés csúcsa? Teremtés csúcsa az ember, akit Isten a saját képére és hasonlóságára teremtett, amint a Isten igazsága szeretete és szentsége hasonlóságára tükröződött. Mi a pont is elésbe vetett ki? Isten szeretetének állandó megtapasztalása, az a boldog érzés, hogy életemet nem a vaksós, a végzet irányítja, hanem a mennyei atyám. Martin, mi a gondviselésbe vetett ki haszna? Megszabadít az aggodalmaskodástól, a babonák sötétségétől, az emberektől való félelemtől, az erős és hálásá tesz, valamint reményted a szívembe. Jó, köszönöm szépen. Sanyi, milyen kockázattal teremtette Isten az ember? Azzal a szabadságot ajánlítok neki, nem akarta, hogy az ember szolgálni, honnan ismerkedtük meg legjobban bűnös voltunkat? A törvényben, amelyet foglalatot és bánykörött, az kárgyban a szabadban érve, tükörfény és összegre szállni. Jó, és másik pedig, elhagyta-e Isten a bűnös embert? Nem hagyta el, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben áll ki, az egyenlő, a Jézus Krisztus kegyelme áldása. Kedves fiatal testvéreim, kereszteléseknek alkalmával, szüleitek kívánságával lettetek Isten szövetségének, a keresztény Anya Szent Egyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Ha igen, feleljétek, kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikor aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, nem hallott és megjelenték. Alászállt a potokra, harmadnapon feltámadt a halottak közé.
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezek után cselekedje a mindenható Isten azt, hogy megértsétek és megtapasztaljátok, hogy testestől, lelkestől, mind életetekben, mind halálatokban nem a magatoké, hanem aki hűséges megváltottoknak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagytok, aki az ő drága vérével minden bűnötökért tökéletesen elegette, és titeket az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy aki mennyei atyát az akarata nélkül egy hajszál sem esett le fejetekről, sőt inkább minden, aki üdvösségetekre kell, hogy szolgálja. Ezért Szent Lelke által az örök életről biztosítson, és szív szerint készé és hajlandóvá legyek arra, hogy ezentúl őnek üljetek. Amen. Kedves testvéreim, úgy pedig készüljünk az úrvacsora osztásra, amelyben most először fogadalomtétel után konfirmált fiataljaik is részt vesznek a gyülekezet és a család minden ünneplő tagjával együtt, akik Isten lelke az úrvacsorai közösségben.